Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jön egy aféle, nem tudom, ilyen logolás. beszélgessünk egy kicsit, lezajlott az e E3, ez ilyen nagy gamer dolog, és amúgy is régóta, tényleg nagyon régóta rá volt, hogy így leülünk és beszélgetünk egy kicsit, úgyhogy beszélgessünk, most beszélgessünk az E3-ról, jöjjenek a kérdéseim, mi tetszett, mit vártok nagyon, és, és, és úgy általában mi lesz az, amit előrendeltek, és a téma, is szeretnék beszélni, azok a kicsit az előrendelések, és valaki egyszer nagyon régen felvetette nekem a témát, hogy beszélgessek egy kicsit az eredeti VS Crackelt játékokról, úgyhogy, úgyhogy, most ilyen, ilyen mindenről fogunk el beszélgetni. Ugye én is végignéztem többnyire élőben az E3-ot, mert hogy miért nem, mert hogy vagyok akkor a kaszka, hogy ezt megcsináljam. És, és nagyon jó kis játékok jönnek, és persze, amit én nagyon várok, ugye azt már rég ott tudjátok, egyik a Star Wars Battlefront, a másik a Division, és mielőtt újra belelem csöppettem a Warframe világába, a Division lett volna talán az az első RPG stílusú játék, amit, Um, amire igazán leültem volna, és azt mondtam volna, hogy na, hú, ezt érdemes kipróbálni, de a Warframe is megtette a hatását. Szóval, nálam nagyon városok, nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Tomb Raider is kijönne PC-re, csak hát, ugye eladták Xbox-exkluzívnak, úgyhogy sajnálatos módon a Tomb Raider már csak. Xbox-ra fog kijönni, pedig, pedig az az egyik um, személyes kedves sorozatom, hogy úgy mondjam, és nagyon jól, jó volt ez az első rész, amit megcsináltak, sajnálatos, hogy uh, ez történt vele, de a másik ugye Call of Duty, Black Ops, Három, kérem szépen, egy dolog miatt nagyon kíváncsi vagyok rá, a Black Ops sorozatnak a sztoria nagyon jó volt, úgyhogy ha majd kíváncsiak vagytok, akkor fel fogom tölteni a végigjátszást egy ilyen jó kis sztori magyarázattal, ahogy azt szoktam én csinálni. És ebből ugye adodik a kérdés, miért meg fogod venni, de hiszen azt mondtad, hogy nem fogod már megvenni, és így van, nem fogom megvenni a Black Ops 3-at, ami valószínű, mert, mert most már én, is valahogy már nem vonzódom a kodirendt, elég volt belőle hosszú-hosszú éveken keresztül, de nem mondom azt, hogy nem fogtok többé látni Call of t a csatornán. nos um Ugye a Black Ops 3 szép, jó, és sokat itt beszélgettünk, hogy na úgy ez a Call of Duty most jó lesz-e, vagy nem lesz jó, és egy dolgot azt hiszem tisztáznom kell így, mint kodos, régi kodos, hogy a Call of Duty eddigi összes Call of Duty kurva jó, rohadt jó, és 10-ből 10, 10 játék. Azok Nak nem tetszik többnyire a kod, én úgy vele, vagy azok fikázzák, vagy azok húzzák le, akik már nagyon-nagyon régóta játszanak kóddal, és ismerik a csinyát, bínyát a kódnak, és a tizen év alatt már tényleg nem lehet látni benne semmi új Szóval én is így vagyok vele, hogy hogy nem látok benne sok újítást, pedig aztán végképp van benne újítás, évről évre van benne valami újítás és hogyha most kezdeni kell kódozni a Black Ops 3, valószínűleg a kedvenc játékom lenne és anyád, de jó ez a játék, mert tényleg jó. Tehát objektívan megfigyelve a Call of Duty önmagában, egy jó játék. És, de viszont 10 éve játszva, már több mint 10 éve játszva ezzel a játékkal, ö, már nem annyira izgalmas és e, talán ez, tehát jó játék, de már nem izgalmas, és e, ez az, ami így már nem vonz a Call of Duty e, világa felé. Látom az újításokat, látom a próbálkozást, de már nem vonz, és egy, e, és egy generáció van már felnőve a Call of Duty-n, és ezért e, hőbörög az egész világ, hogy szarakod, mert, mert, mert tíz, tizen éve játszik már a, a világ Call of Duty-val, és várnának valami újat, de nem tudnak akkora újat nyújtani, mint annó volt a Kod 4 MV2 közötti váltás. És, és, és emiatt a Kod egyre, egyre lejjebb csúszik a, a létrán. Hát egy tíz éves pihenő kéne a hogy, hogy újra igazán talán fel tudjon virágozni, vagy újra egy ilyen új élmény nyújtson. Legalábbis ezt gondolom én így. Tehát nem tudom ti, hogy látjátok. Szóval azt gondolom, hogy egy kurva jó játék, csak annak, aki sokat játszik, már kicsit unalmas. De nem feltétlenül rossz. Uh, Ennyit ennyi a coldroid röviden lezárva. Um, Battle, Star Wars Battlefront. Van nekem ugye a Klavi barátom, ő nála sok ilyen kodos gameplay játszottuk, és beszélgettünk, és ő is írta a Facebookon nekem, hogy hát megnézi ő, hogy olyan lesz ez a Star Wars Battlefront, mint a trailerben látunk, mire én a nagy uh, DICE fan uh, védelmére sietett a Battlefrontnak, és mondtam neki, hogy azért emlékszem annól a BF4 és BF3 Uh, trailerekre, hogy milyen epic csaták voltak benne, aztán kijött a játék, és sokszor ugyanazt az élményt kaptam, mint amit a trailerben láttam. És egy valami jó a, a, a Dice-os srácokban, hogy ha Battlefieldről van szó, amit legközelebb a trailerben, az, az tényleg valóban nagyon sokszor előfordul veled a játékban, azok a nagy robbanások, azok a hihetetlen helyzetek, és valahogy uh, ezek néha meg szoktak történni a, a játékban, és azt hiszem most talán kicsit nagyobb figyelem tud irányulni a Battle, Battlefield, és hát a Star Wars Battlefront irányába, mint a kod irányába. Lehet, hogy rosszul látom, lehet, hogy már kiegyenlítődött a figyelem azzal, hogy a COD veszít a népszerűségéből, de annyi biztos, hogy is most itt térünk le a játék elő, rendelésekre. Természetesen vannak olyan játékot, amit nem bírsz ki, hogy ne rendelj elő, mert már kilóra megvettek, és így, így járok én is talán a Star Wars Battlefront-tal, de nagyon próbálok ellenállni. Miért indulhatott el nagyon ez a hullám, ez a, ez a ne elő játékokat hullám? Egyszerűen azért, mert az az, hogy előrendeled, eleve bíztatod magát a játékkészítőket, hogy neked hú, de nagyon kell az a játék, ami, ami még ugye uh, rendben is van, csak emiatt uh, a játékészítők maguk egy kötött határidőhöz kell, hogy tartsák magukat, és mivel, hogy, hogyha, még, hogyha nagyon sok az előrendelés, végképp kell tartsak munkat az a kötött határidőz, és emiatt félkész terméket kapunk, nem egyszer, nem kétszer, és már nagyon sokszor előfordul, sőt, már beta fejlesztés alatt van egyes indi fejlesztő, aki pénzt kér el a játékért, azért, hogy hogy be tudják fejezni egyáltalán azt a játékot, és, és ki tudják adni egy teljes működő verzióban. És tényleg ajánlatos már a mai világban nem igazán előrendelni azt a játékot, amíg meg nem látod, hogy mi az, és hogy mit tud kínálni, hogy elég stabil, -e, hogy nem -e fogja rontani a játék élményedet, úgyhogy lehet, hogy orgazmos kaptunk így az E3 alatt, de azt mondom, hogy előrendelni ne nagyon rendeljünk elő malapság, pont azért, hogy egyrészt vegyük a saját pénztetszánkat, és másrészt kapjuk már egy minőségi játékot, hogyha ma ott vagyunk, és hogyha el kell ehhez súsztatni egy évvel, Uh, majd, hogy nem, mint hogy a Rocksteady csinált a PC-re a, a Grand Theft Auto 5 uh, akkor, uh, akkor kérlek csúsztassuk el azt a játékot, és csináljuk meg becsülettel, ne az legyen, hogy, hogy mint a BF4-nél, hogy, hogy, több mint egy éves a játék, és még mindig ott vannak, hogy uh, próbálják összerakni azt a, azt a tökéletes motort és azt a tökéletes játékot, hogy, hogy jól fusson, és ez, ez egyben szégyenletes, de örömteljes is, mert hogy megcsinálják a munkát, és remélhetőleg amire kijön a Battlefield 5, uh, addigra már lesz egy tényleg nagyon jó grafikus motorik, ami, amiből kiküszöböltek egy csomó hibát, és, és például itt a másik dolog, amit jól csinál a DICE, vagy IE, vagy oly döntöttek, hogy kéne a két Battlefield között, és most itt kivéve a Battlefield Hardline-t, mert az egy ilyen külön ág, és kiszedve a Star Wars Battlefrontot, tehát két Battlefield shooter között eltelik egy pár év, amire kijön a Battlefield 5, addigra a Battlefield tényleg egy öreg játéknak fog számítani, és már halálra unjuk, és várjuk azt a Battlefield 5 és, és, és akkor újra egy jó élményt fog nyújtani. Nos, eredeti VS játékok terén, megint csak ugye, hogy itt vagyunk az E5-nél, bocsánat, az E3-nál, Ér, hogy, hogy vagyunk mi ezzel, ez az eredeti játékok? Azt hiszem, a Magyarországon ennek van azért egy kis kultúrája, lekünk nekünk, magyaroknak, ugye kevés pénzünk van, hogy minden eredeti játékot megvenjünk, amit szeretnénk, és ezzel én is így voltam régen, azt kell, hogy mondjam, tehát minden, minden játékot letöltöttem. Tehát így letöltöttem már, hogy nem volt pénzem megvenni, de volt egy hogy elfut, és akkor jaj, de jó volt, de valahol ott mélyen belül mindig is meg akartam venni, hogy az enyém legyen, az eredeti, stb. stb. Hogy mit gondolok róluk? Azt, hogy érdemes letölteni mindegyiket, több okból is. Egyrészt, mert hiszek abban, hogy a művészet ingyenesen kell legyen terjeszthető, továbbá a tudás is ingyenesen kell, hogy legyen elérhető, és azt hiszem számomra ez fontos, tehát a tudás és a művészet legyen ingyen elérhető természetesen a művészet megalkotója maga a művész, az kérjen el pénzt a saját műveiért, hogyha úgy látja jónak, de viszont, hogyha vannak emberek, akik ezt megvásárolják tőle, vagy netán feltörik a munkáját, ha most PC-s körökről beszélünk, és azt ingyen terjeszti, akkor úgy gondolom, hogy a. Szám, tehát számomra az én lelkiismeretemnek az teljesen rendben van, tehát a művészetet és a tudást ezt e, ingyen terjeszteni nem bűn. Ha viszont ellopjuk valakinek a tudását, művészetét, e, ha már ellopjuk és utána még pénzé is, is szeretnénk tenni az ő engedélye nélkül, az viszont már egy köcsög dolog. Megteheted, megteheti az ember, de az viszont e, már egy köcsög dolog. Eladni valamit úgy, hogy az nem a te ö, szellemi munkád. Ö, és ezért is üvök vele, hogy ö, igazából szerintem semmi baj nincs az, hogy az ember letölti a játékot, kipróbálja a játékot, és a tetszik neki, megveszi a játékot, mert főleg azért, mert hogy akinek nincs pénze, de van egy gépe, és szeretné megtudni egy részt, egyáltalán elfut az a játék rajta. Én például annó így jártam a Battlefield Bad Company 2-vel, annyira bezsongtam a játékon, és amúgy egy tényleg nagyon jó játék, hogy semmi különösebb utána nézés nélkül elmentem és megvettem a helyből a játékot, beraktam a CD-t, föltelepítettem, happy voltam, minden nagyszerű volt, és egyszer csak egy GTS 250-es az annó akkori gépembe, hát igen, csak erőltetve akarta elvinni, és a játék ugye belekerült 10.000 forintba, és akkoriban, mintha fogamat húzták volna, szóval, és, és lehülyeztem magam, hogy mi az isteni, nem töltöttem le legalább a fel a, a verziót, hogy megnézem egyáltalán, hogy fut a játék, és utána ruhanjak el a boltba, és megvegyem. Úgyhogy én támogatom az a féle. Töltsük le a tört játékokat, nézzük meg, netán játsszuk ki, hogyha tetszik, vegyük meg. Ha úgy gondolod, hogy egy olyan játék, amivel szívesen játszanál, de tudod, hogy nem fogsz tíz évig folyamatosan játszani, akkor miért domnál ki érte pénzt, meg domnál ki, hát relatív a pénzkidobás, de akkor miért vásárolnád ki meg, és, 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 és tartanád ott a polcon, poros porosodjon, onnan akit például egy csak, és kizárólag single player játékra, ami nem tudom, 15 forint lenne, am amúgy meg letölteted ingyen, kijátszatod, élvezheted, aztán kitörled a francba, mert igazából úgy se fogsz többesolni, soha játsz, sohasem játszani vele. Vannak viszont monumentális uh, single player játékok, mint például idén volt a PS4-re a Last of Us, a ami amire ilyen a leesős uh, story és jelenetek, és koncepció volt, amire azt mondom, hogy na, azt például meg érdemes megvenni mindenkinek, rela Hatív, hogy mi, mit vesz meg, és mi, mit töltlek rekkelve, de úgy gondolom, hogy nem egy uh, bűn letölteni kreket, játékokat, uh, letesztelni a gépeden, és megnézni, hogy fut el kapni egy képet, hogy hogy egyáltalán milyen játékokat engedhetsz meg uh, magadnak manapság, úgyhogy ja, így állok hozzá én a feltört játékokhoz továbbá, úgyhogy a művészetet lehet nyugodtan ingyen terjeszteni. Uh, és a játékok azok, azok tulajdonképpen művészi alkotások, akárhonnan uh, vesszük. Nos, uh, ennyi lett volna azért mondom, Kám, meséljétek, mi, mi lenne, mit vártok ti az E3-tól, mi, mi a kedvenc játékotok, mire vagytok nagyon kíváncsiak, és mit fogtok megvenni és mit fogtok letölteni. Ez itt a nagy kérdés. Köszönöm a figyelmet, Nekroklin voltam, sziasztok!